A viharos körülmények között zajlott a mai vétülés. Hát nem igazán jutottunk az 5-ről 6-ra, nem látjuk okát a munkáltató kritikájának, miszerint is azt vélelmezi, hogy mintegy őket megtévesztve jutottunk ehhez a kincshez. Arról nem is szólva, hogy hosszú időn keresztül vita volt a munkáltatóval, a törvényhely alkalmazásával kapcsolatosan, mi elejétől fogva azt sugalltuk, mondtuk a munkáltatónak informálisan, formálisan, hogy helytelen az elszámolási gyakorlata. Nem sikerült dűlőre jutnunk, tehát a munkáltató továbbra sem gondolja, hogy az egyéni megállapodásokat, amik szerintünk semmisek egyéb iránt, ha az valaki támadja, semmisége bármikor lehet hivatkozni, határidő nélkül egyébként, tehát semmisek nem óhajtja visszavonni, mondván, hogy az a menedzsment döntésén alapul, hát ez nem tévedhetetlen senki. Tehát nem óhajtják visszavonni, arra is kértük őket, hogy az agitálásokkal hagyjanak fel, ami egyre fokozódik, nem a nemzetközi helyzet, hanem az agitálási kedv. Most már az hírlik, hogy vonatokra is felszáll egy-két munkáltató jogkörgyakorló, és hát avval múlatja az időt, teszi kedvesebbé a jegyvizsgálónak, hogy hát zsonga fülébe próbálja őt meggyőzni arról, hogy milyen nagyszerű érzés lehet az, hogyha aláír egy ilyen megalapodást. Ezt kínálják nekik. Úgy tudom, hogy a tagjaink nem óhajtják a számukra kedvezőtlen feltételeket tartalmazó megalapodást aláírni, és választják a VDSZ szolgáltatás által javasolt utat, és nyújtott a lehetőséget, nevezetesen, hogy meghatalmazást adnak felénk az ügyükbe való képviselettel. Ez se lesz egyszerű futam, ismerve az eddigi állapotokat, hiszen a munkáltató nem óhajt együttműködni törvényi kötelezés ellenére a szükséges, a perre szükséges adatok rendelkezésére bocsátásában. Remélem, hogy megváltozik az álláspont, és azt is remélem, hogy perre sem kell, hogy sor kerüljön, perekre sem kell, hogy sor kerüljön, a munkáltatók belátják azt, hogy tarthatatlan az a fajta magatartás, amit az múltra vonatkozóan követnek, és mindenkinek kiszámolva a járandóságukat kifizetik a nekik járt, elmaradt munkabért. Ebben is tettünk javaslatokat, hogyha a MÁV-nak a gazdálkodását alapvetően és lényegében rendíteni meg az a több milliárdos egyszeri kifizetés, hangsúlyozom, amit a múltról beszélek, akkor olyan lehet megoldásos lehet gondolkodni, hogy egy rövid, de egy ütemezésben fizetnék ki ezt az összeget. De hát ez csak felvetés, hiszen erről érdemi tárgyalások nem folytak, legalábbis a mai napon nem folytak. Én azt gondolom, hogy nincs lezárva ezzel kapcsolatosan a megbeszélés lehetősége, és az eredményre is fog jutni előbb-utóbb. Akár úgy is, hogy remélhetőleg a tulajdonos megelégeli ezt a illódást, és iránymutatást ad a hogyan továbbra. A jövő vonatkozásában sem könnyű a helyzet, legalább ilyen nehéz, hiszen a munkáltató egyelőre még egy megoldást tart üdvözítőnek, elnevezetesen azt, hogy töröljük el ezt a lehetőséget a KSZ-ből, gyakorlatilag egy nulla verziós ajánlattal kedveskedne nekünk, nem megy. Elmondtuk, hogy hajlandóak vagyunk egyességre, a közös érdekek kölcsönös számbavétele mellett egy egyenértékű megalapodást tudunk kötni, ami a KSZ módosításokban valósul meg, amely hangsúlyozom, azonos értékkel bír, mint a jelen állapot. A jelen állapot már pedig az, hogy a munkáltatónak a törvény általi rendelkezést, a bírósági ítélettel is erősítve meg kell tartani. Kértük a munkáltatót, hogy erre vonatkozóan adjon ki egyoldalú nyilatkozatot, miszerint is a jelenben és a jövőben eként jár el, és értelemszerűen
ez tükröződni fog a munkaidő beosztásoknál is. Tudnotok kell, hogy a munkatörvénykönyve rögzít, hogy a rendkívüli munkavégzést a munkavállaló kéri, írásban kell elrendelni. Erre vonatkozóan kurunczünetaktársunk már fordult a munkáltatóhoz, Huszár úrhoz, hát Huszár úr szemérmes, mert még elfelejtett válaszolni a hozzáintézetet tartalmú levélre, mert eltett egy jó pár nap már a megkeresést követően. De talán ami késik nem múlik, és pótolni fogja a mulasztást. A jövőt illetően értelemszerűen a lehetőségek tárháza adott, műszakpótlék emeléssel, olyan konstrukcióba való gondolkodással, hogy a így keletkezett rendkívüli munkavégzés ne számítson hangsúlyon csak administratív okból, ne számítson rendkívüli munkavégzésnek, így nem tereli a maximált 300 órás keretet, azért, hogy hát a nyilvánvaló foglalkoztatási gondok ne növekedjenek még inkább. Az ember nem bolond, nem struc, hogy belegújjuk a fejünket a homokba, és nem vagyunk hajlandóak kitekinteni. Tisztában vagyunk avval, hogy ugye a Mástar ZRT, mint a MÁV ZRT jelentős foglalkoztatási gondokkal küzdik, és ez a helyzet tagadhatatlan nem segíti annak a javítását. Na de az sem megoldás, hogy emiatt jogos igényüktől megfosszuk tagjaink bármelyikét is. Ez nem elválható, ez nem engedhető. A részünkre is fogjuk megtenni. Az természetes, hogy optimalizáljuk a kínált lehetőséget, ami egyébként már több mint 3 éve létezik, és ehhez jogunk van, és a józan is ez diktálja, de hát ez két fél kell, mi kevesek vagyunk hozzá, ez csak az egyik fele. Nem is feltétlen, de mi mindenképpen részei vagyunk a döntési folyamatnak. A munkáltatónak arról szóltunk, hogy a elévülési idő, ami ugye a munka viszonyban származó igények esetén 3 év, az jogi előírás. Az erkölcs és az etika ennél tágabb határidőt ír elő, nevezetesen azt az időpontot, amióta ezt a törvényt alkalmazni kellett volna. Ez csak kérés, nem tudjuk kikövetelni, hiszen jogi eszköz nincs hozzá, de úgy vélem, meghallgatta a elhangzottakat, a munkáltató értékel, és majd dönt. Ugyanis nem elég csak hirdetni dolgokat, aként is kell cselekedni. Reméljük, hogy a tulajdonos minél előbb módját találja annak, hogy vele közvetlenül meg tudjuk beszélni a jelent és a hogyan továbbot. Tagjaink figyelmét ismételten felhívom arra, hogy joguk van ahhoz, hogyha vasárnap rendes munkaidőre kerültek beosztásra, és azt megelőző közvetlen szombaton is munkát végeznek, követeljék az értelájú rendkívül munkavégzést, amelyben készenléti jellegű munkakörben vannak foglalkoztatva. Ez nem szívesség a munkáltató részéről, ez kötelezettség, és a munkavállalónak alapvető érdeke, hogy a jogait érvényesíteni tudja. Azért a mai vétülést nem mondhatnám eredménytelennek, hiszen a munkáltató képviselője felhívta a szakszervezeteket egyeztetésre, nem vétkeretén, belül szűkebb körben, ahol az első számú vezetők fognak részt venni, amelynek az a célja, hogy a jelen helyzetet jövőre vetítve rendezzük. Úgy vélem, majd minden vasutas már ez idáig belátta, hogy a készületi munkakörbe foglalkoztatottak jelen vitája megoldása, eredményes megoldása mindenki számára kedvező fordulatot kell, hogy hozzon, függetlenül attól, hogy más munkakörben van foglalkoztatva, hiszen ez mindenképpen egy jövedelemnövekvő lehetőségnek a kiaknázása volt, és ennek, ha tetszik, ha nem, már valaki, akinek nem tetszik, annak üzenem, van igenis béremelő, bérpótló hatása a jövő tekintetében. Ugyanis a munkaerőpiacon, a vasúti munkaerőpiacon felértékelődnek ezek a munkakörök, emiatt mindenki számára egy magasabb összegű díjazás kell, hogy keletkeztessen, és ez úgy hiszem csak pozitív hatást kell, hogy kiváltson.
A szakszervezetünk aláírta a ruházatutasítás 4-es számú előzetnek a módosítását, ami arról szól, hogy a MÁV-ban január 1-től integrált egyes társaságoknak a ruházati ellátásával kibővült utasítás. Az még vállalt magára, hogy az elmaradt ruházati ellátás miképpen lesz rendezve, akár úgy, hogy pótlólag mindenki megkapja az ellátását, illetőleg esetleges érdekmúlás esetén azt a munkáltató számára pénzben megváltja. Ugyanis szóltunk amiatt, hogy anakronisztikus már az, hogy bármi címen a vasutasoktól a menetkedvezmények hosszabbításáért, az adatképes igazolvány hosszabbításáért díjat számítanak fel, hiszen gyakorlatilag ez csak egy adminisztratív intézkedés, már csak bélyeget sem kell, hologramos bélyeget sem, matricát sem kell ragasztani az igazolványokra. Innentől én nem hiszem, hogy bármilyen formában is magyarázható az a törvényi szabályozás, miszerint is a tényleges költségeket, de maximum 1000 forint plusz áfát lehet ezért a szolgáltatásért felszámolni. Úgy ítéljük meg, hogy a jövőben a Mástar Zrt-nek ezért a tevékenységért, mert gyakorlatilag nem tevékenység, díjat felszámítani nem lehetne.